Köszönöm szépen. Akkor folytatnánk egy kis bányásztörténetekkel Székely Sándor tolmácsolásával. A háború után lementem Dráva Szabolcsra újjáépíteni, illetve Dráva Palkonyára. Újjáépíteni, hát három falu tönkretettek teljesen a négyen átkelő német csapatok, és ott 40 ezer polgár katona is esett el, és a háború nyomai viselték magukon, de ott minden a háborúból volt. A munkásoknak főző szakásné átküldött Dráva Szabolcsra babér. Hátizsákkal a hátamon vidáman indultam el, kellemes júliusi időjárás volt. Mezitlán mentem a két falu közötti földutón, ami most inkább porút volt, kellemes rengel, még nem forró, bokáig éjjé por. Gondoltam hazafelé, mire igazán süt a nap, ez is megforrósodik, körülnéztem és nem túl messze, a rét közepén gyalog utat beültem felfedezni. A falu előtt patakon átvezető újdon kellett átmennem Dráva Szabolcs előtt. A gyalogúton egy pallóhíd vezetett át, átvettem a babot és úgy döntöttem, hogy hazafelé a gyalogúton megyek. Magas fű között vitt a út. Vígan baktattam, elbélázva, talán a félútnál jártam, mikor egy szürke ruhadarabot láttam lógni egy fáról. Jobban megnéztem és rájöttem, hogy egy katona köpeny. Aztán magam köré néztem, és érdekes lyukokat láttam, tulipánszerűen kinyílva. Nyilván itt is, meg a katonaköpeny alatt is robbanásokból származnak a lukak. Megdobbant a szívem, csak nem, de bizony. Semmi kétség, aknavező közepén vagyok. Visszamenni is rizikós, előre is veszélyes. Mentem, mert menni kellett, hogy kiérjek, ha kiérek egyáltalán. Minden szőszálam felállt, ott is, ahol nem volt. A félelemtől a szemem bezűkült, mint az űzött rettegő vadnak, ha menekül a vadász elől. Ebből gondoltam, ki kell menni, mert más lehetőség nincs. Egy lekapasztott, letört ággal szomorkodó fali bizonyította, hogy itt aknák robbantak, és még lehetnek is. Hosszú, nagyon hosszú volt az út, mire föltűnt a palkonyai templom. Itt kezdtem érezni. Szinte beestem a konyhába. Mi van veled, kérdezte a főnökasszony. Úgy nézel ki, mint aki zargattak. Elmondtam lassan, halkan, örülve, hogy túljöttem. Láttam csupa víz az ingyen is. Vedd le, meg ne fázz. Össze óvatosan megitattak, legalább mi is merünk arra menni. Most pedig ülj le, és pihenj ki magad, rád fél, szót fogadtam. Köszönöm. Köszönjük szépen, és átadom akkor a mikrofon Lénár Józsefnek, aki a kérést fogja teljesíteni. Bár jobb lenne személyesen, de szeretettel üdvözlök mindenkit, aki nincs itt, azt főleg, aki kérte tőlem a haikukat. És talán nagy-nagy szeretettel egy kis egyveleget fogok elmondani, méghozzá úgynevezett Lénárdos haikukat összevontam. Hát majd meglátják, tetszik, nem tetszik. Vajang, árnyéknak árnya. Én csak egy árnyék vagyok. Önmagam árnya. Magamat látom benned, körülvesz aurád, s ahogy foszlik, leheletemmel tapogatom még. Mindenen áthaladok, s nem tudom, hogy mit keresek. Olyan lettem, mint egy fénybogár, összeégettem magam. A múló idő megsimogatott, még imáimban élsz, hogy segítsen, volt életem árnyékát, ányként átlépnem. Az éj betakar, mindent láthatatlanul, mégis a piciny fények összevart takarók, húzd magadra boldogságait. Apró álomvágy mindegyik, kezelt nyújtott feléjük, fénylő Szent János bogár a lelked, cseppnyi lámpás utadon. Álmod mindenütt színes, lebegő buborékok. Magányod felett ott viaskodott egy lopott perc zenéje karmester nélkül. Becsukott szemed,
álmod keresed tovább, szíved zenéje maradék percek. Van még idő csend fölött rejtőző vágynak. Az évet akar minden láthatatlanul. Mégis a piciny fények összevart akarok. Húzd magadra boldogságait. Köszönöm szépen. Nady Endre, a fajtám sorsa. Mert gyáva volt, és szolga volt, s életét élni sosem merte. A sorsa, haj, bemegverte. Most itt várhatja a pokolt, szórva, megtépettem, ritkulva, s a sorsa búsabb, mint a múltja. És most a múltja bünteti, fekete korpáccsal keményen, a sorsa, hogy éljen, vagy hogy már ne éljen. Rossz, drága fajta kifelé kerekedtek mindig a latrok, a sorsa, bűnben, vészben és bennem harsok. Jaj, vajon mit akar vele? Ezredek bűne, súlya, átka. A sorsa, a sorsom nagy tragédiája. Köszönöm. József Attila, tedd a kezed homlokomra, mintha kezed kezem volna. Úgy őriz, mint ki gyilkolna, mintha éltem, élted volna. Úgy szeress, mintha jó volna, mintha szívem, szíved volna. László, ha majd érzed a szívedben meggyújtott lángot, ha majd csukott szemmel is már csak őt látod. Ha rágondolsz, elődi testedet a melegség, ahhoz, hogy boldog légy, tőle egy szó, egy mosoly is elég. Ha nincs veled éjjel, ő tölti ki álmod, mikor nem csak testét, az egész létét kívánod. Ha majd érintése, csókja, ott élve testedben, a szádon, akkor jössz rá, szeretni legszebb a világon. Petőfi Sándor, a nép nevében. Még kér a nép. Most adjatok neki. Vagy nem tudjátok, mi szörnyű a nép, ha fölkel és nem kér, de vesz, ragad. Nem hallottátok Dózsa György hírét? Izzó vastrólon őt elégetétek, de szellemét a tűz nem égeti meg, mert az maga tűz. Úgy vigyázzatok, ismét pusztíthat elánk rajtatok. S a nép hajdan csak eledelt kívánt, mivel, hogy akkor még állat vala. De az állatból végre ember lett, s emberhez illik, hogy legyen joga. Jogot tehát, emberjogot a népnek, mert jogtalanság a legrútabb bélyek Isten teremtményén is ki rásüti, Isten kezét el nem kerülheti. S miért vagytok ti kiváltságosok? Miért a jog csupán ti nálatok? Apáitok megszerzik a hazát, de rája a népizzadás sorok. Mit ér, csak ekképp szólni itt a bánya? Kéz is kell még, mely a földet kihányja, amíg feltűnik az arany ere. S e kéznek nincsen semmi érdeme? S ti,
kik valljátok olyan gőgösen, milyen a haza és milyen a jog. Hazátokkal mit tennétek vajon, ha az ellenség ütne rajtatok? De ezt kérdeznem, engedelmet kérek, majd elfeledtem győri vitézségtek. Mikor emeltek már emlékszobrot a sok hős lábnak, mely ott úgy futott? Jogot a népnek. Az emberiség nagy szent nevében adjatok jogot, s a hon nevében egyszer s mind, amely eldől, ha nem nyer új édoszlopot. Az alkotmány rózsája a tiétek, töviseit a nép közé vetétek. Ide a rózsa néhány levelét, s vegyétek vissza a tövis felét. Még kér a nép, most adjatok neki. Vagy nem tudjátok, mi szörnyű a nép, ha fölkel és nem kér, de vesz, ragad? Nem hallottátok Dózsa György hírét? Izzó vastrónon őt elégetétek, de szellemét a tűz nem égeti meg, mert az maga tűz. Úgy vigyázzatok, ismét pusztíthat ellenrajtadok. Ismét Várkonyi Judit vagyok. Egy március 15-i régebbi versemmel. Ellentétek hangzásában március idusára. Láncok, botok és kordonok, Petőfi sírjában forog. Pilbax helyett itthon ülünk, próbáljuk befogni fülünk. Szerencsétlen ez a dátum, olyan, mint egy szörnyű fátum. Cézárt halálra szúrt a fia, bukott Róma legnagyobbika. Merzebognál legyőzettünk, madarásztól elverettünk. Hungária, újra talpon, Bemáltal Erdély szabadon. Magyar nép is fellázadva, Táncsicsot kiszabadítja. Vajda János mind követték, Nyárit s Klauzát is meggyőzték. Landerelék nyomdájában sokszorosítás folyt lázban. Nemzeti színház, múzeum, csókos, kokárdás publikum. Nemzeti dal 12 pont, elszánt, hatalmas lépés volt. Így született bátor világ, modern magyar köztársaság. Ma is tenni kéne valamit. De vaj, tudja valaki, hogy mit? Talán írni néhány verset, s így felhívni a figyelmet. Köszönjük szépen, nem is hívtam a figyelmünket arra, hogy hogyan tovább, de az, hogy a rádióhallgatók is hallják és lássák, hogyan tovább, megérkezett a Kasiben zenekar, úgyhogy hallgassuk most őket, megkérem a technikus kollégát, hogy a másik mikrofont is kapcsolja adásba, és akkor így hallhatóak lesznek. Thank you.
Ismét az üzenőfalra kaptunk egy üzenetet, hogy 1300 kilométerre hallgatnak minket, és kitűnően látnak és hallanak. Megpróbálom kinyomozni, hol van az 1300 kilométer. Géza, a bor legendája. Szólt az Isten, kedves fiam Noé, itt a szőlő, kóstold meg, hogy jó ég. Felelt Noé, no megöregettem, de ilyen jó bogyót még nem ettem. Szólt az Isten, kedves fiam Noé, a csípős múst, hadd lássuk, hogy jó ég. Felelt Noé, ihaj, csuhaj, sári, három Istent kezdek én már látni. Szólt az Isten, kedves fiam Noé, hát az úrbor, hadd lássuk, hogy jó ég. Felelt Noé, iszom reggel óta, gyere pajtás, van még a hordóba. Köszönöm szépen. Lénád József, megriadt kokárdák legyenek. A néptakaró alatt álmát alussza megsükető, vakon vergődő eszme. Szabadság újra elérhetetlen, neve még a megmaradás. Gombolya kusza szálait bontogató, kitalált munka, mindenütt hazugság. Furcsa az élet vele elhinni a nem igazát. Szél lengetne olajfákat, vagy zászlókat? Megint ki tudja, lőnek? Petőfi szellemével megriadt kokárdák lengenek. S eltakarja fiad az új szégyen. Vajon hányszor tagadjuk meg? S emlékszel a vádra? Tudod a neveket? Aradvár falánál gyászban szenvedtek el. Országunkért valakinek felelni kell. Köszönöm szépen! Addig, amíg Székely Sándor a Mozdul a kő című könyvének egyik újabb prózájából fölkészült, ugye kis bányatörténetek, már biztos hallották a hallgatók, addig hallgassunk ismét egy kis zenét, ha már itt van köztünk a Kasiben zenekar. Thank you.
még visszatérünk Székely Sándorhoz, hallgassunk egy kis bányásztörténetet. 1947. október végén kísértek fel bennünket a fejjelzíteni tárgyalásra, a bíróságnak. Kalandos utazásban volt részünk. Mi öten voltunk, és velünk jött egy volt volksmundista is 15 éves elsőfokú ítéletével. Mi bűnics nélkül, de múlt lőrinc megbűnicselve jött velünk. Az ő katona ládáját az én vállamra tették, hanem a láda az állomás felé menet kinyílt. A zsornai szobor közelében. Tartalma kidűlt. A három őrből ketten hátul kísérték a csoportot, egy pedig előbb ment vezető, mint vezető, aki előre figyelt, akár a katonák menetét vezette volna. Ényesen vettem az őt. Hát jól szétszólott a láda tartalma, és már ipadkodtam összetedni, mire végeztem, a többiek már csak nem leértek az állomásra. Mintha mi sem történt volna, fölszálltak a vonatra, elfoglalták a kijelölt ülőkét. Anyám is ott vártak többi szülővel, és kétségbe esve azt hitte, hogy megszűntem. Ez volt az első úti kalandunk. Budapesten már izgatóbb lett a következő. Mint már említettem, bilincsek nélkül utaztunk. Kelenföldről eljutottunk a Népszínház utcából induló 28-as villamoson. Rengeteg felszálló várt a indulásra. Valósággal megrohamozták a beálló szerelvét. Mi csak egy kis csoport voltunk a tömegben. A felszállás tolakodással járt, már tele volt a szerelvény, a legfelső lépcsőn is lógtak, Somogyvári Jóska barátunk pedig még a földön készült a felszállásra. A villamos megindult. Rémülten rohant utána, hogy ő is fölfüljön. Szerencséjére föl tudott ugrani az alsó lépcsőre. Mi többiek már a kocsiban voltunk, az őreink is. Vajon mi lett volna vele, ha lemaradt? Teljesen ismeretlen volt Pesten. Végül is szerencsésen megérkeztünk a célállomásra, budapesti büntetés végrehajtási intézetben. Bent egy sorba állítva vártunk az átadás átvétel idején, mikor ez lezajlott, eddig őrényi kézfogással és jó kívánsággal elköszöntek tőlük a pécsi felére. Egy helyi smasszer le is torkolta őket. Mert rabokkal paroláztak. Elvégre ő fegyőrök, a pécsiek nem reagáltak, csak elvették Mutlőrincről, az volt a Lim, a Bengülincsel, Bülincset is szó nélkül elmentek. Hát nem tudom, hogy folytassam még. A háborús bűnösök. Volt honvédelmi miniszter 5. Vidén Rácz Jenő, aki éppen halálos ítélet alóli megkegyelmező ítéletét hozták vissza. Ez a gyűjtőfogházban volt a bejövő és a kimenőket úgynevezett egeresbe helyezték el. Este berakták őket az üres zárkába, nem volt semmi, csak egy kiblé. És ott állt, ott kellett aludni reggel, akkor vittek bennünket, ahova kakartak. És ha visszajöttünk a bíróságról, vagy ahonnan hoztak, akkor ugyanez volt a sorsunk, hogy egy üres zártába bevittek bennünket, és ott ültünk. Itt találkoztunk egyszer ezzel a Vitéz Rácz Jenővel, aki a horthy háború alatt honvédelmi miniszter volt, és meg halálra ítélték, de nem végezték ki. Az osztályokon mindenütt rendőr alkodott. A házi munkásoknak ez volt a feladata, és ha azok akartak maradni, ez volt a érdekük is. A rabok nem járhattak át más zárkába, de ez is, mint sok más, nem börtönvilági rendelkezés kiátható. Módjával történtek is ilyen esetek, így ismertem meg a bankigazgatót, jókedélyű, közvetlen mozgó ember volt, és szívesen beszélt a sorsáról. Fiatalok voltunk, érdekesnek tartottuk. A sorsát nem tragikusnak tartotta, csak a világ érdekes epizódjának. A fiatalokat arra biztatta, a szabadulásuk után azonnal lősüljenek meg, mert a miért kérdésre saját példáját hoztak ön évnek. Gazdag volt, amikor megnősültem. Ha 2 év múlva szabadulok, a feleségem egy szobában vár, egy asztallal, 2 székkel és egy ágyal és egy szekrényel. Akkor mire nősültem? A 25 év után ez lett mindenem. Hát, érdekes? Igen, köszönjük szépen. Szerintem
Ezek a kisebb epizódok, kisebb történetek is ugye bemutatják nem csak a bányának a történetét, hanem azt hiszem, hogy a akkori kor dokumentumot is hülyen tükrözik. Reméljük, hogy hallunk még epizódokat a mai este folyamán. Petőfi Sándor, ilyen asszony való nékem. Ilyen asszony való nékem, mint az én kis feleségem. Eszem adta kis barnája, te vagy a világ rózsája. Nem vagyok az, aki voltam, aki annyit szomorkodtam. Csillagos ég az életem, ezt is neked köszönhetem. Édes szemed mosolygása, örömemnek útforrása. Többet ér egy tekinteted, mint a tavasz, mikor legszebb. Meg is érem minél előbb, megérem én azt az időt, hogy ahová lépsz, kedvesem, lábad nyomán virágterem. Ha dicsérni akarnának, sokfélének mondhatnának. Nem mondalak én egyébnek, csak az Isten remekének. Köszönöm. Köszönjük szépen. Szepesi Eleonóra, március 15. Nemzeti szín kokárdával ünnepeltünk-e napon. Itt díszlik a szívem fölött. Büszke vagyok rá nagyon. Régen volt. A fiatalok szabadságot akartak. Jobb életet mindenkinek. Énekeltek, szavaltak. Szabadságharc lett belőle. Oda veszett sok élet. A hősökre emlékezünk, nekik szengjen az ének. Köszönjük.
Köszönjük, ha már itt van a kasiben, hát ahogy már kinéljük őket, úgyhogy csapjanak a húrok közé. Gitártörnek. Na most itt annyival lett fűszerezve az egész esemény, hogy itt a Kassit Band a Magyar Vándort a Kápák között gitározta el. No, azért nem menjünk el emellett olyan gyorsan, mert hogy itt van az Ötvös Cirkusz Pécset, én a két kisebb gyermekemmel biztos, hogy elmegyek, de ezt a kis videót kivágom, videóklipet, és ajánlom majd a cirkusznak egy következő repertoáriában, hogy mutassák be. Nagyszerű, most akkor újra egy kis vers. Egy Tárnok Mihály verset hoztam. Türelmetlenül. Nyughatatlan lelkem, csillapítgatom. Hová rohansz? Messze még a nyár. Izgek, mozgok, minden tűz, szurony. Hát nem lesz itt pipacs? Soha már. Tapsol az eső az Eres csatornán. Majd eláll. Szél suhan a fákon, recész, mintha lúd bőre rágna, az égre néző pocsolyákon. Én mégis daccal, mégis piros daccal, markos erővel útra kelek. Tétó a szél lögdösésével nem törődve, énekelgetek. Hogy miről is? A 48-asokról. Felhőt mondt az első napsugár, látsz elő a fülembe súgja. Nyugodj meg!
nem soká itt a nyár. Köszönöm. Ha már többen kértek Radnóti verset, akkor én is hoztam ide egyet. Pontosabban ide nyomták a kezembe, úgyhogy fogadják szeretettel. Radnóti Miklós. Tétova óda. Mióta készülök, hogy elmondjam neked szerelmem rejtett csillagrendszerét, egy-kétben csak talán csupán a lényeget. De nyüzsgős áradó vagy bennem, mint a lét, és néha meg olyan, oly biztos és örök, mint kőben a megkövesült csibaház. A holtól cirmosírhoz új felemkelek, zízzeivel röppenő kis álmokat vadász. És még mindig nem tudom elmondani neked, mit is jelent az nékem, hogyha dolgozom. Ó, tekinteted érzem kezem fel. Hasonlat mit csinálni. Felötlik s eldobom. És holnap az egészet újra kezdem, mert annyit érek én, amennyit ér a szó versemben, s mert az addig izgat engem, mi csony marad bennem, s néhány harcsomó. Fáradt vagy, s én is érzem, hosszú volt a nap. Mit mondhatnék? A tárgyak összenéznek, s téged dicsérnek. Zengett fél cukordarab az asztalon, és töpje hulla méznek, s mint száz cínarany gulyóra meg a terükön, s magától csendül egy üres vizes pohár. Boldog, mert véled én, s talán lesz még időm, hogy elmondjam, milyen, mikor jöttedre vár. Az álom kullongó sötétje megmegérni, elszáll, hagy visszatér a homlokodra, álmos szemed búcsúzva még felénünk, hajad kibomlik szélkével a lábamba, s elhalszol. Villád hosszú árnyalatban. Kezed párnámra fúj, elalvó nyírvág. De bennem alszol én, de benned alszom én is, nem vagy más világ. S idáig hallom én, hogy változik a sok rejtelmes, vékony, bölcsvonal ősnyeredben. Lédár József Tóth Gábor festőművész képéhez írt versét szeretném felolvasni, a címe Egy érzés csupán. Ó, boldogság, térj vissza hozzám, elszöktél tőlem, mint múló szerelem. Nélküled üres, sivár lett életem. Nincs ki már betöltse árva szobám. Csöndes a szél, botladozik. Kurtán a mennyboltot figyelem. Festegetem a kék eget, bús szemem az ecsetem. Nyugalmat várok már újhold után. A csillagos égen apró kis fények útmutatók, talán egy feléd megy, s a színkeverékek reményé válnak. Mégis a kék ég árnya sötétül, nincs semmi új már régen, neved nélkül egy érzés csupán, hogy megláttalak. Köszönöm szépen! Köszönöm is, hogyha a haiku verseket is hallottunk, és Lénártól is, Lénár Józseftől is hallottunk verset, és még hallunk, akkor a két Lénár vers között ismét jöjjön egy kis zene.